Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét. A csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyeket felvezető szerepet töltött be a Magyar Sportlövő Szövetség két évente megrendezendő nagy nemzetközi légfegyveres versenye, a Hungarian Open, mely már harmadszor Szekszárdon zajlott. Az eddigi kitűnő szervezés, valamint a világszínvonalú körülmények nem csak magyar, illetve európai élversenyzőket vonzottak, hanem az ázsiaiakat is. Több mint 20 többségében juniorkorú, nagyszerű képességű sportlövő érkezett Dél-Koreából, illetve Japánból. Magyar győzelemmel indult Szekszárdon a Hungarian Open nemzetközi légfegyveres verseny két és fél napos sorozata. Mégpedig egy abszolút újnak számító olimpiai versenyszámban, a párosban. Nagy öröm volt, hogy Miskolci Julival a komáromi páros meg tudta nyerni a nemzetközi versenyt. Párja Nagy Sándor, aki juniorban volt 5 évvel ezelőtt fekvő Európa-bajnoki érmes, egy olyan párost alkottak tegnap, aki ellenállhatatlan volt, és megverték az ázsiaiakat, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés. Pisztolyban is jól szerepelt az új olimpiai versenyszámban a vegyes párosban Major Veronika, Tátrai Miklós kettős. A dúó hölgytagja ezzel immáron három számban is érdekelt ebben a sportágban. 5 évvel ezelőtt még a futó céllövésben volt ismert, ma már az első 10 között jegyzik a világranglistán a keszthelyi klubból induló légpisztolyos válogatott versenyzőt, Major Veronikát. Aki egyébként a szekszárdi versenyre már úgy jött el, hogy lezárta ezt az évet, így nem a top formában versenyzett. Persze neki kötelező volt minden számban, ahol elindult, az élmezőnyben végezni. A vegyes páros az egy teljesen más történet, mint az egyéni versenyszám, hiszen ott ketten állunk a lőállásban, és nem csak saját magamra kell figyelni, hanem a páromra is. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas versenyszám nekünk, sportolóknak is. Nagyon szeretném azt, hogy az olimpiára ebben a versenyszámban is kijussunk. Ugye itt a pároknak kell kvótát szerezni, úgy kell kijutni, de szerintem mind a ketten Mikivel megteszünk mindent azért, hogy ez sikerüljön. Együtt is kell gyakorolni, vagy külön-külön? Edzőtáborokban nyilván kell együtt edzenünk, egymás mellett lőni, gyakorolni ezt a versenyszámot, de sajnos másképp nem nagyon lehet felkészülni. Együtt kell működniük, annak ellenére, hogy ez egy egyéni sportág, együtt kell működni, egymásért kell lélegezni a verseny közben, tehát mi is próbálgatjuk a különböző párosokat, a sportolók is próbálgatják egymást, hogy hogyan alakul ki végül az a páros, amelyik ütőképes lesz nemzetközi szinten. Nagy és erős mezőny jött össze Szekszárdon az idei Hungarian Openen. Lőállásba léptek a szeptemberi légfegyveres világbajnokság érmesei közül többen is. Feltűnt a mezőnyben egy kétszeres finn világbajnok, aki a 300 méteres versenyszámban lett korábban világelső. Ott volt a mezőnyben a szerb puskás világbajnok olimpiai bronzérmes Zorán Arunovics is. A valamikor valamiben világkupa győzteseket, helyezetteket pedig nem lett volna egyszerű feladat pontosan összeszámolni. Köztük jó néhány magyarral persze, mint például Miskolci Júliával, Siker Renátával, Nagy Lászlóval, Nagy Sándorral, Tátrai Miklóssal. A Puskás Sidi Péter és az ebben a számban már két éve berobbant Péni István, a pisztolyosoknál pedig a szintén komoly névnek számító Csonka Zsófia sérülés miatt ezúttal nem tudott indulni a Hungarian Openen. Viszont az idén üstökösként berobbant az Argentinában lezajlott ifjúsági olimpiát légpuskában megnyerő komáromi illetőségű Pekler Zalán, valamint a szintén juniorkorú nagy reménységünk Egri Viktória eljött és versenyzett Szekszárdon. Utóbbi a korosztályában győzött is. Pekler Zalán ezúttal nem tudott beleszólni a dobogóért zajló küzdelembe, saját korosztályában sem. Legfőképpen persze azért, mert fegyverének csöve éppen itt a Hungarian Openen mondott csődöt, másrészt pedig a sportlövészetben kiváló japán és koreai juniorok magas szinten remek követségeket teljesítve uralták nem csak a junior versenyeket, hanem a felnőttekkel együtt folytatott versenyben is ott tudtak lenni a dobogón az ázsiaiak. Ami eléggé kimagasló eredmény, ez Dénes Eszter tegnapi junior puskában elért alaperedménye volt, ami már komoly nemzetközi mezényben is komoly eredményre ad okokat és reményeket.
De a többiek is azért szépen helytállnak. Nyilván van, akinek egy picit gyengébben sikeredett, de azért születtek nagyon szép és jó eredmények. Külföldiek egyébként azért komoly erőt képviselnek itt, főleg a koreai. Jön, kopogtat az újabb magyar sportlövő generáció. Hála a kiemelt sportági támogatásnak, elmondhatjuk, fegyverben, lőszerben és a szintén nagyon fontos ruházatban nincs előnyben egy ázsiai vagy éppen európai tehetség sem. A kisebb merítési lehetőségünk, és nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon elhivatott embernek kell lenni, akiket sportot űzi, hogy tényleg meg tudjuk verni a világot. Technikában, szakmai tudásban szerintem állunk úgy, hogy meg tudjuk verni a világot, hiszen számtalan magyar sport bizonyította azt, hogy jó képességű és tehát megfelelő technikával is rendelkezik ahhoz, hogy meg tudja verni ezt a világot. Ezt a bizakodásra okot adó helyzetet, állapotot az olimpia előtt másfél évvel a Magyar Szövetség két évenként esedékes főversenye a szekszárdon már harmadszor megtartott Hungaria Open is hűen visszatükrözte. 300 millió forinttal támogatja idén Paksváros önkormányzata az Atomerőmű Sportegyesületet. Az atomerőmű által befizetett építményadó egy része az, ami az egyesülethez kerül támogatásként a megállapodás nyomán. Az erről szóló szerződést a napokban írták alá. Paksváros önkormányzata és az Atomerőmű Sportegyesület megállapodást írt alá, melynek értelmében 300 millió forinttal támogatja idén az önkormányzata az egyesületet. Az erről szóló megállapodást Szabó Péter polgármester és dr. Kovács Antal ügyvezető igazgató látta el kész jegyével. Az eseményen Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója is részt vett. Két fő cél fogalmazódott meg a szerződésben. Az egyik fő cél az, hogy a 10-től 18 éves korig terjedő korosztálynak a sportolási lehetőségeit tudja ezzel majd az Atomerőmű Sportegyesület biztosítani. A másik nagyon fontos dolog, hogy ezt az Atomerőmű Sportegyesülettel való együttműködés kiterjed a sport rendezvényekre is természetesen, amiben szintén nagyon fontos a sportegyesület szerepe a szervezésben és annak a lebonyolításában, hogy csak egyet említsek, hogy az atomfutás például nagyon népszerű, nem csak a városban, a megye határon túlnyúlóan is, tehát országos rendezvényről van szó. Nagy feladatokra készül a város, az egész társadalom, az összefogás kulcskérdés, mondta a dr. Kovács Antal. Az ASE ügyvezetője arra is kitért, hogy ezzel a stabil háttérrel továbbra is be tudja tölteni a neki szánt szerepet. A Atomerőmű Sportegyesület számára egy nagyon fontos mérföldkő. Az elmúlt években folyamatosan kihívás, működési szükségletek kihívásával kellett megbírkoznunk, de ahogy az elmúlt időszak atomerőmű és város közeledését, ami gyakorlatilag 30 éve elkezdődött, most már leütött, hogy a legtöbb rendezvényt azt igyekszünk közösen megtartani. Van közel 1500 tagunk, ennek egy kis része a kisportoló, az összes többi a szabadidősportoló, és nem csak gyerekek vannak, hanem a tapasztaltabb korosztály is, és tényleg sok rendezvényünk van. Az atomerőmű által befizetett építményadó egy része az, ami az egyesülethez kerül támogatásként a megállapodás nyomán. Az egészséges munka és magánéleti egyensúly fenntartása érdekében nyilván fontos szerepe van a tömegsportnak elsősorban, hiszen az a 2500 kolléga és a családtagjai, akik az erőmű üzemeltetésében közrejátszanak, számukra ez megfelelő lehetőséget biztosít, hogy a tömegsport szenvedélyüknek éljenek. A megállapodás egy hosszú tárgyalás sorozatnak az eredménye. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás jól tükrözi azt, hogy a három résztvevő, az erőmű, a város és az Atomerőmű Sportegyesület tud és akar együttműködni most is és a jövőben is. A jövőben a támogatási összeg 200-200 millió forint lesz évente. Megnyitott a szekszárdi műjégpálya hétvégén. A nyitónapra sokan érkeztek Tolna megye több pontjáról. A jég szerelmesei között akadt 6 éves és 67 éves is. Volt, aki profi mozdulatokkal, más óvatosan szelte át a szekszárdi műjégpályát. A nyitónapra sokan érkeztek Tolna megye több pontjáról. A sportszerelmesei nagyon várták már ezt a napot.
a szekszárdi Jakab Tihamér kisgyermekkora óta jégkorongozik, másfél éve freestyle korongozik, ő is ott volt a nyitónapon. Szeretek lejárni, és ez az úgymond második életem. Nyitott a koripálya Szekszárdon idén, ez az első nap, már nyitásra ide jöttünk. Én akár 8 órát, reggel 8-kor nyit a pálya, először délután 1 óráig van nyitva, tehát van egy óra ebédszünet, és 2-től este 8-ig nyitva van, általában mi szoktunk pályát tolni, és akár 8 órát is korizunk néha, igen. A jégszerelmesei között akad 6 éves és 66 éves is. Jakab András Erdélyből származik, jelenleg Gyönkön él, onnan utazott Szekszárdra kifejezetten a jégpálya nyitónapjára. Ő is alig várta, hogy felhúzhassa végre a korcsolyáját. Hosszú évtizedek óta űzi ezt a sportot, régen még jégkorongozott is. Azt mondja, ha nem tudna hol korcsolyázni, nagyon unalmasan telnének a téli hétvégék. Nagyon örülök neki. Miért? Hát mert nagyon szeretem, ez a mindenem. Télen, nyáron meg a bicikli. Hogyha ez nem lenne, akkor nagyon unatkozna télen? Hát igen. Mert hogy ez az egyik szabadidős elfoglaltság ilyenkor. Pontosan. Nekem elárulta korábban, hogy nagyon régóta fűzi szenvedély a jéghez. Mióta? 9 éves lehettem körülbelül. Amióta itten van jégpálya, azóta mindig megyek, jövök. Mi pedig nem a nyúlcipőt, hanem a korcsolyát húztuk fel, amit a jégpályán levő kölcsönzőben szereztünk. Természetesen egy korcsolyázás segítő pingvin is dukált az alkalomhoz, lévén igazi kezdőkről van szó. Szerencsénkre a szekszárdi jégmadarakhoz tartozó profi korcsolyázók között akadt segítő szándékú sportoló is, akitől elleshettük a korcsolyázás alapjait. Ezzel váltogatjuk. És így lehet lépegetni, a súlypont belül marad, nem bővünk hátra, mert akkor elesünk. Engem 6 évesen kezdett el oktatni az edzem, először görkoronga, de nyáron kezdtem el korongozni, és olyankor görkorongoztunk. Utána jött a tél, hát lejöttünk ide a jégpályára, én durva 1,5 év alatt tanultam meg teljesen normálisan korizni. Ja, a jégpályán szoktatok csak korizni, vagy máshol is? Hát általában a jégpályán, de van olyan, amikor ha befagy a Duna, tolnán akkor oda. A 12 éve álló jégpálya a városi sportcsarnok mögött található, területén ingyen lehet csatlakozni az internethez. A pályán hétköznap délutánonként edzések zajlanak, hétvégén azonban reggel 8-tól, egy rövid ebédidőt kivéve, este 8-ig van nyitva. Este 9-től 10-ig pedig egyedi pályabérlésre is lehetőség nyílik. A Paksi Nyitnikék nappali fogyatékos ellátó sport délutánt szervezett általános iskolások és az NB1-es férfi kosárcsapat részvételével. A program célja a jó hangulat és a mozgás mellett az integráció és az elfogadás elősegítése volt. Jó hangulatban zajlott idén is a már harmadik alkalommal megrendezett integrált sportnap. A Veled is törődünk Egyesület pályázati forrásból segítette a Kereszt utcai Nyitnikék nappali fogyatékos ellátó által szervezett sport délutánt, melyen a jó hangulat és a mozgás mellett az integráció és az elfogadás elősegítése volt a cél. Igazából azzal a céllal jött létre ez a rendezvény, hogy szerettük volna, hogyha a fogyatékkal élő emberek és az egészséges emberek minél több rendezvényen, illetve lehetőséget kapnának arra, hogy együtt tevékenykedhessenek, és erre a sport az egyik legjobb eszköz. Általános iskolásokat vártunk erre a programra, felső tagozatos 7.-8.-osokat, akikhez csatlakoznak a nappali ellátó gondozottai, illetve az NB1-es felnőtt kosárlabda csapat, akik már évről évre szívesen jönnek és segítik a mi rendezvényünket. A gyerekek rendkívül nagy lelkesedéssel jönnek ezekre a programokra. Igyekszünk olyan feladatokat összeállítani, hogy ezek élvezetesek, mókásak legyenek, illetve valóban van hozzá
hozadéka, hiszen a rendezvényeinket követően már érkeztek megkeresések az irányunkba, tehát úgy látom, hogy az egészséges emberek is nyitnak mi felénk. Medve Máté és a kosárcsapat tagjai évek óta szívesen csatlakoznak a játékos délutánhoz. Nagy szeretettel jövünk, és úgy gondolom, bármelyikünk nevében mondhatom, hogy nem tekintünk senkire úgy, hogy mások lennénk, mindenki ember és mindenki egyenlő. Nyilván az élet más feladatot ad mindenkinek, de úgy gondoljuk, hogy azok az emberek, akik esetleg ilyen úgymond hátrányossággal születnek, ők az igazi bajnokok az életben. A Nyitni Kék Klub gondozottjai izgatottan várják minden évben a vetélkedőt. Tavaly volt a legjobb, mikor festeni kellett. Ki kellett színezni, itt a szánkba beleraktuk az ecsetet, és ki kellett színezni valamit a szánkon. Ez nagyon jó volt. Nagyon szívesen jöttek a gyerekek. Én második alkalommal vagyok velük. Több olyan gyerek is van, aki már tavaly is volt, és most is elsőre jelentkezett, amikor megemlítettem nekik. Nagyon élvezték a gyerekek a feladatokat. Ezek inkább ilyen játékos, kis ügyességi feladatok, mókások voltak, és felhőtlen, vidám hangulatban zajlott ez a kis verseny. A női futszál NB1 alapszakaszának újabb fordulójában kettős meccset rendeztek Tolnán. Elsőként a házigazda Tolna Mözs játszott a Kiskunfélegyházi Asztrával, majd következett az első hely megtartása szempontjából fontos Szekszárd FC Hajdúböszörmény mérkőzés, a forduló kiemelkedő összecsapása. Vannak olyan gól nélküli meccsek, amelyek sokkal élvezetesebbek, jóval magasabb színvonalak, mint sok olyan futzál, illetve futball találkozó, amelyeken több gól is esik. Ilyen volt ezúttal a Tolnai Sportcsarnokban lejátszott női NB1-es futzál rangadó, a Szekszárdi UFC Hajdúböszörmény meccs, mely annyira végig lüktető és izgalmas eseménydús, mi több közönség szórakoztató is volt, hogy sajnálta az a majdnem 400 néző, hogy a 2x20 perc tiszta játékidő viszonylag hamar észrevétlenül elröppent. A döntetlen a 0-0 alapvetően igazságos. Nagyszerű kapus teljesítmények mindkét oldalon, különösen a szekszári Hargas Anna Mária mutatott be a második félidőben nagy bravúrokat. Egy ponttal egyik csapat sem volt boldog, de nem is bánkódhatott miatta. A szekszárdiak talán azért nem, mert a mérkőzés hajrájában az ukrán spillerüket, Anna Sulhát egy nagy gólhelyzetet megelőző szándékos szabálytalansága miatt végleg kiállították, persze jogosan. És percekig a három sárgának 4-2 ellen kellett kapott gól nélkül megúsznia a kritikus játékhelyzetet. Kettős érzések vannak bennem. Úgy gondolom, hogy ez a sok néző, aki itt kint volt, az egy nagyon jó mérkőzést láthatott. Egyedül a gól hiányzott, ami a sava borsa ennek az egész játéknak. A Hajdúböszörménynek is voltak helyzetei, nekünk megint rengeteg helyzetünk volt, sajnos nem tudtunk egyet értékesíteni belőle. Úgy gondolom, viszont dicséret jár a csapatomnak maximálisan a kiállítás után, ahogy oda tették magukat és csúsztak, másznak. Mondjuk ez az egész mérkőzésre jellemző volt, de ott aztán kimondottan. A csapat egyik legjobb ezúttal is a pálya minden posztján hasznossal játszó magyar válogatott játékos Megyeri Boglárka volt. A végén már tényleg mind a két csapat elfáradt, de próbáltuk tartani, próbáltunk helyzeteket kialakítani, amit meg volt helyzetünk, nem sikerült gólra váltani, hát sajnos így alakult, de szerintem örülhetünk az egy pontnak. Tudatosak voltunk, igazából én nagyon örülök neki, hogy így játszottunk, és az edzőnk is, a Márk is elégedett volt a játékkal. A 2016-os nagy sikerű standard táncok formációs világbajnoksága után ismét bizalmat szavazott a Kaproncai Alapfokú Művészeti Iskolának és a Szigó Táncsport Egyesületnek, a legrangosabb táncosokat tömörítő és képviselő szervezet, a Nemzetközi Táncsport Szövetség, így november utolsó hétvégéjén ismét a Lauber Dezső sportcsarnokban találkoztak a világ legjobb tánccsoportjai. A táncvilág egyik legrangosabb rendezvényének számít a standard táncok formációs világbajnoksága, melynek rendezési jogát 2016 után ismét a Kaproncai Művészeti Iskolának és a Szigó Egyesületnek ítélte a Nemzetközi Táncsport Szövetség. Az eseményre 2 évvel ezelőtt csaknem 500 táncos érkezett. Az idei versenyre 15 formáció jelentkezett be a világ legkülönbözőbb pontjairól. Az est háziasszonya akárcsak 2016-ban Ördög Nóra volt.
Hát számomra egy nagy visszatérés a tánc világába, mert ugye 10 évig versenytáncoltam, nem formációs csoportban, de egyébként most, hogy én nézem ezeket a csapatokat, igazából ez az egység, ez a csapat egység, ami megvan ezekben a klubokban, szóval ez annyira elképesztő, hogy ezt így felnőtt fejjel is el tudnám képzelni, hogy mondjuk így beállnánk, akár a férjemmel is így csinálnánk, mert olyan elképesztő ereje van, ahogy viszi előre az embereket. Szóval nekem ez mindig tökre nosztalgikus, amikor egy versenytánc verseny közelébe kerülhetek. Másrészt meg hát gyakorlatilag műsorvezetőként is egy komoly kihívás, mert ez azon túl, hogy egy műsor, ami nyilván élvezhetővé kell tenni az itt lévők számára. Ez egy kőkemény verseny, aminek szabályai vannak, ezeket be kell tartani, figyelni a döntnököt, hogy mikor mit kér. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon összetett érzés és meg egy összetett feladat. A hangulata ezeknek a versenyeknek ugyanolyan fantasztikus, tehát ezt imádom, hogy mindenki tombol, kiabál, örjöng, dobog, sikít. Tehát úgy annyira megvan az emberekben ez a fajta szurkolási kedv, és ettől látom, hogy a táncosok is szárnyakat kapnak a táncparketten. Meg hát a külsőségei is nagyon hasonlóak, tehát azért ezek a komoly sminkek, frizurák, ruhák, tehát ez így gyakorlatilag azért is intéztem, úgyhogy most is a kislányom is itt lehessen, úgyhogy jön majd az esti részre. Hát ez teljesen elvarázsolt már engem is annak idején, és hát remélem, hogy őt is egy picit így megfertőzi ez a hangulat. És én szívesen menném, hogyha táncolna majd később, hogyha nagyobb lesz. Az eseményre többek között Mongóliából, Lengyelországból, Oroszországból, Csehországból és Németországból is érkeztek táncosok. Hazánkat két csapat képviselte, a 30 éves pécsi Szigó KTS-e és a szentesi Silver TS-e. Én 12 éve kezdtem el táncolni, akkor már szimpatikus volt ez a mozgásforma, és igazából tetszett az egész légkör, amit egy versenyen átéltem, és ennek hatására úgy gondoltam, hogy akkor jól fog dönteni, hogyha elmegyek a Kaproncai Művészeti Iskolába. Én azt gondolom, hogy a fények, a résztvevők, akik eljöttek, nézők, ez önmagáért beszélt itt Pécsem, rengetegen jöttek el már most, döntőre még több embert várunk, és én azt gondolom, hogy maximálisan jól helytállunk egy világbajnokság megrendezésében, és reméljük, hogy a szereplésben is. Minden táncos, ahogy fejlődik, sokkal magasabb szintre kerül egy-egy kategória is, sokkal színvonalasabb, szebb megjelenésű versenyeket tudunk rendezni itt Magyarországon, az nagyon fontos. A párok megjelenése is egyre jobb, dekoratívabb, ami szintén nagyon fontos a pontozók számára, és hát a pécsi verseny is ezt mutatja. Az első helyen az orosz Vera Tyumen Standard Team végzett, a második helyet a szintén orosz Triumph UFA formáció szerezte meg, míg a harmadik a német Braunschweiger TSC csoport lett. A Szigó KTS-e a hatodik helyen zárta a versenyt. Vasárnap a formációs világbajnokság második napján ranglista verseny volt, melyen hazánk legjobb latin-amerikai táncokat előadó párosai mérték összetudásukat. Idén először kapott lehetőséget a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia, hogy az U16-os női utánpótlás korosztályban részt vegyenek a Vaba Liga, azaz az Adria Liga küzdelmein. A pécsieken kívül a nagykanizsai lányok mérik össze még tudásukat szerb, horvát, szlovén és bosnyák csapatokkal. A Vaba Liga, vagyis az Adria Liga 2001-ben alakult. Az első szezonban még 4 ország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina vett részt a küzdelemben. Ekkor az alapszakasz utáni döntőben a 3 legjobb csapat játszott. Aztán Ausztria kiszállt a küzdelemből, de a csapatok száma évről évre nőtt. A 2012-13-as szezonban pedig a kadett korosztály számára is elindult a torna, amire idén először kapott meghívást a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia. Ez egy kicsit régebbre nyúlik vissza, Zsajko Ciglár révén kerültünk kapcsolatba. Ugye Iva Ciglár Euroliga klasszis játékos édesapjáról beszélünk, aki a horvát és az ágrábi kosárlabdának a egyik mozgatórugója, talán mondhatom, abszolút aktív és nagyon sok ilyen rendezvényt szervez. Évekkel ezelőtt kerültünk vele kapcsolatba. Régebben még úgy nézett ki, hogy Zágráb válogatottal játszottunk meccseket, Zágrába és Pécsen is. Ez egyébként hozzáteszem meg fog maradni, tehát továbbra is fogunk az Ágrából ilyen meccseket játszani. Egy szó, mint száz a Zsajkon keresztül jött a meghívás, hogy vegyünk részt ebben a bajnoki sorozatban. Magyarországról a Nagykanizsa is mi kaptuk ezt a felkérést, és nyilván mivel most a TAO-s lehetőségek is erre adnak hátteret,
ezért be tudtuk vállalni, hogy egy ilyen többfordulós nemzetközi, és hozzá kell tenni mindenképpen egy rangos tornán megméressük magunkat, tornákon. A célja abszolút az, hogy megnézzük, hogy a szerb, a horvát és esetleg ugye most jelenleg a szlovén csapatokhoz képest hol tartunk, és főként egyébként el kell mondanom, hogy nem az U16 alcsapatunk, hanem vegyes csapattal, sok fiatallal játszunk, abszolút az eredményességtől mentesen, hanem a játék lehetőség biztosítása itt a fő cél. A második kört két helyszínen, Pécsett és Zágrábban rendezték. A pécsi fordulón a házigazdákon kívül két szlovén és egy szerb csapat vett részt. A nagykanizsaiak Zágrábban játszottak. Elsősorban nekünk azért volt fontos, hogy idén elindulhatunk egy nemzetközi mezőnybe, ahol ugye rengeteg nagyon-nagyon jó és fontos tapasztalatot gyűjthetünk, megismerhetünk más kosárlabda kultúrákat, és ezáltal fejlődhetünk. Igazából látszik ezen a mérkőzésen is, hogy jóval agresszívabb és keményebb játékot játszanak. Látszik is, hogy kicsit nehezebben akklimatizálódunk hozzá a pályán, de úgy gondolom, hogy ha fölvesszük ebbe a versenyt, azt a magyar mezőnyben nagyon szépen tudjuk hasznosítani. Most ugye nagyrészt 2004-2005-ös születésűek, hát igazából úgy mondom, hogy ugye első éves kadettok és másodéves kadettok játszanak itt. Nekik nagyon-nagyon jó, hiszen a legfontosabb éveik vannak, ahol már ugye nem csak technikailag, hanem taktikailag is nagyon sok dolog előkerül. Így úgy gondolom, hogy ezáltal ebbe, hogy ebbe a mezőnybe részt veszünk, ebben nagyon sokat tudunk dolgozni. A pécsiek szoros mérkőzéseket játszottak ugyan, de nem sikerült győzniük a hazai fordulóban. A csapat edzője Messler Balázs szerint túltisztelték a lányok az ellenfeleket, de a második mérkőzésen már fegyelmezetten és jól játszottak, feljavult a védekezésük, és tudatosan helyzetig vitték a támadásokat. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, addig is viszontlátásra!